A napokban emlékeztünk meg Ukrajnában a narancsos forradalomról és az emberi méltóság forradalmáról, amely 2004-ben, illetve 2013-ban játszottak le, és mindkét forradalom során a Majdánon a forradalmak vezérei zászlókra tűzték és meghirdették a hatalom decentralizációt Ukrajnában, aminek az a lényege, hogy ez az amúgy nagyon centralizált országban a központi hatalom hajlandó lemondani nagyon sok kompetenciáról és jogkörről a helyi hatalom számára, és delegálni ezeket a jogköröket az önkormányzatoknak, tehát egy erősebb önkormányzatiság jön létre Ukrajnában. A hatalom úgy képzelte el, hogy ez a decentralizáció nem valósítható meg csak egy adminisztratív reformmal, azaz jelentősen csökkenteni kell az önkormányzatok számát, és egyesíteni kell az önkormányzatokat kistérségekbe. Ez a folyamat, az adminisztratív reform, ami folyamatban van, és Ukrajnában sikeresen játszódik le már az elmúlt években. Kárpátalja ebben a tekintetben elmaradt, mert nem volt még perspektívikus terve sem, és volt, aki blokkolja ezt a folyamatot, most viszont nagyon beindult. A megyei tanács szeptember 26-án elfogadta a megyében a kistérségek létrehozásának perspektívikus tervét, és a terv szerint 60 kistérség jönne létre a megyében. Mi, a KMKS frakciója elértük azt, hogy a mi érdekeink és a kárpátaljai magyarság érdekei ebben a tervben megjelenjenek, oly módon, hogy a magyarok lakta vidéken, illetve a magyar érdekeltségű területeken létrejöhetne 10 kistérség, az Ungvári járásban 4, a Beregszászban 3, a Nagyszülésében 2 és a Viskiben 1, amelyikbe a magyarok által kompakt módon lakott területek bekerülnének, és minden egyes magyarok által többségében lakott település, kijöjjön a Munkácsi járásban Izsnyétét, Fornost és Dercent, akik közül viszont Dercen és Fornos önkéntesen megy a Munkácsi kistérségbe, Izsnyétét pedig szeretnénk, hogy oda menne, mert már, mivel a Beregszászban nem akarnak, a perspektívikus által előirényzett gorondai kistérségbe nem akarnak menni, hogy ők is oda kerüljenek. Minden egyes magyarok által lakta kistértelepülés, illetve önkormányzat olyan kistérségbe kerülne, amelyekben a többség magyar. Úgyhogy mi a terveinket, igényeinket be tudtuk vinni ebbe a tervbe, csak az a probléma, hogy amikor ezt a határozatunkat a megyei tanács 37 szavazattal, tehát többségi szavazattal elfogadta, a kormányzó Kijevbe benyújtotta, akkor a regionális fejlesztések minisztériuma megvizsgálta, és a 60-ból 8-at alkalmatlanak talált oly módon, hogy szerintük nem életképesek és nem működőképesek, mert nincs elég forrásuk, és visszaküldték, nem fogadták el, nem erősítették meg. Kormányhatározat kellene megerősítéséhez. Mi úgy látjuk, hogy az, ezért Kijevvel újra küzdeni fogunk, és újra benyújtjuk a javaslatunkat, hogy ezt a 8-at is alátámasztva minden érvel, többek között a pénzügyi forrásokat is megnevezve, hogy miből fognak ezek a kistérségek majd élni és működni, és fenntartani, működtetni azokat az intézményeket, amelyeket az új jogkörök szerint majd működtetniük kell, hogy Kijev fogadja el. Tehát egy ilyen küzdelemre kényszerülünk Kijevvel, de ezt a küzdelmet megpróbáljuk megvívni. A reform része az is, hogy tehát Ukrajnában, ahol eddig tehát a járások száma is jelentősen csökkenni fog. Mintegy 1600-1800 kistérséget akarnak létrehozni az országban, és mintegy 100 járást, Kárpátalján például a meglévő 13 helyett mindössze 4-et. Tehát Ungvár, Munkács, Huszt és Técső központtal, ami azt jelenti, hogy a magyarok 3 járásban lennének szétaprózva és szétdobva, ahol mindenütt kisebbségben lennének. Pillanatilag van egy olyan járás a Beregszászon, amely magyar többségű. Mi azt szeretnénk, hogyha lenne egy 5. járás is Beregszász központtal. Nem csak amiatt, mert szeretnénk, hogyha a magyarok, a többségben a magyar lakta vidéke egy külön járásba kerülne bele, hanem azért is, mert Beregszász megyei jogú város. Beregszász mindig központ volt minden időkben, minden korban, minden hatalomban, minden országban, hiszen Kárpátalja több országhoz tartozott már, és most is megillető ez a jog. Minden egyes megyei jogú város járási központ lesz, így szeretnénk, hogy a Beregszász is az maradjon. Nem beszélve arról, hogy minden egyes feltétel, amelyiknek meg kell felelnie egy olyan városnak, amelyik járásközpont lesz, mind infrastruktúrát tekintve, mind intézményrendszereit tekintve, mind humán erőforrásaikat tekintve, mind pénzügyi erőforrásaikat tekintve, ez a város Beregszász ennek megfelel. Úgyhogy a megyei tanács következő ülésén december 19-én napirendre fogja tűzni azt a kérdést, amelyben azt kérjük Kijevtől, hogy a járások határainak eldöntésekor, illetve a járások megválasztásakor a Beregszász járásai számoljanak, és Kárpátalján ne 4, hanem 5 járás hozzanak létre. Mi a különbség a járások és a kistérségek között?
A kistérségek valójában örökölni fogják azokat a kompetenciákat, amivel most a járások rendelkeznek. Tehát 90%-ban azt fogják betölteni, amit most a járás. Ami azt jelenti, hogy egyrészt decentralizáció ahhoz is vezet, hogy centralizálódik, hiszen az önkormányzatok helyett most 5-10-15, néha 20, például a Beregszász járásban, ha így marad, akkor 24 önkormányzat egyesülne egy kistérségbe, tehát egy centralizációs folyamat. Ugyanakkor viszont, mivel ezek a kistérségek járási kompetenciákkal rendelkeznek majd, a mostani 13 járás helyett lesz 60 például, tehát valójában egy valódi decentralizáció lejátszódik. A járásoknak a kompetencia jelentősen csökkenni fog. Tehát igazából a járásokban a tervek szerint nem lesznek járási tanácsok, nem lesz járási vezetés, hanem a járásokban csak kihelyezett prefektusok lesznek, a Kijev által, a központi hatalom által kinevezett személyek, akik majd felügyelnek arra, hogy a helyben az önkormányzatok döntései megfeleljenek Ukrajna alkotmányának és Ukrajna törvényeinek, illetve hogy a központi hatalom a saját érdekeit érvényesíti tudja helyi szinten. Tehát felügyeleti jogokkal fognak rendelkezni ezek a prefektusok, igen kis létszámú testülettel és apparátussal. Ugyanakkor más olyan funkciókat, amelyeket nem tud felvállalni minden kistérség, például a második szintű egészségügyi ellátást, mert csak az első szintű egészségügyi ellátás lesz delegálva a helyi szintekre, ezek a járások fogják betölteni. Tehát és egy más csomó sor kérdés, amikor az államhatalmi szerveket nem lehet ledelegálni a kistérségek szintjére, mert nincs annyi kompetenciával rendelkező szakember, aki azt ott ellássa, meg annyi infrastruktúra, hogy azoknak az irodahelyiségeket ottan fel lehessen szerelni, azok koncentrálva lesznek a járásokban.